A civil összefogás fórum dr. Csizmadia László és Makovec Imre kezdeményezésére 2009-ben jött létre, nem sokkal később alakult meg a szervezett hátteret adó alapítvány. A civilek véleményét közvetítjük, hangsúlyozta az alapítvány elnöke. Honunkban, tehát határon belül 1000 szervezet az, amelyik a különböző ügyekben támogat bennünket, és ugyanez igaz a határon túl is, tehát több mint 2000 szervezetről beszélünk. Sokan mondják, hogy ez Európa legnagyobb civil szervezete. Egyébként, ami még nagyon fontos, hogy a szervezetek, tehát az alapítványok és az egyesületek mellett 15 000 olyan szellemi honvédőnk van, aki nap mint nap levelezik velünk, elmondja a problémáit, leírja, hogy mit szeretne. A migráció kérdésében tiszta vizet kell önteni a pohárba, mert nagy veszélyben van Magyarország, Európa. Pontosan tudjuk, hogy a magyar szabadságról, a szuverenitásról, az identitásunkról van szó, azaz arról, hogy a történések akkor vesznek jó irányt, ha a döntések a megfelelő szinteken születnek, hangsúlyozta dr. Csizmadia László, a szervezet 100 állomásból álló országjáró körútjának Paksi állomásán. A nyugati államok azt mondják, hogy munkaerőre van szükség. Ez mind, ahogy van, nem igaz. Tudnék, ebben a pillanatban Európában 21 millió ember van munka nélkül. A fiatalok arányát nézzük, főleg a dél-európai országokban, akkor 30-40%-os a munkanélküliség. Ez az egyik. A másik, hogy nyugodtan szeret élni az európai ember. Statisztikák mutatják, hogy a gazdasági bevándorlók, ha megnézzük, 1000 főből legalább egy terrorista van. Na most, ha megnézzük, hogy a múlt évben 1,5 millió bevándorló jött, jövőre pedig 3 milliót jósolnak, akkor nézzük meg, hogy hány potenciális terrorista van. Párizs, Köln és Brüsszel megmutatta, mi történhet. Ezt meg kell előznünk, hangsúlyozta az elnök. Hirt Ferenc országgyűlési képviselő, az EST házigazdája azt emelte ki, hogy egy újkori népvándorlás, honfoglalás zajlik, amit meg kell akadályozni. Pakson is itt könnyen nézzük a híradókat, hogy jönnek a migránsok is, és hogy milyen állapotokban vannak, de amikor majd be kell telepíteni őket, és esetleg valakinek feltűnik a kérdés, hogy a szomszédba jöhetne 5-8-10 ember. Esetleg Paksra jöhetne 2000 ember. Én felteszem a kérdést, hogy mit fogunk velük kezdeni, mit fogunk velük csinálni, és amikor több százmillió akar indulni és jönni. Ez egy óriási fontos kérdés, hogy kimondjuk, hogy hadd döntsük el, hogy kivel akarunk együtt élni, kikkel akarunk együtt élni. Fontos, hogy a népszavazáson kinyilvánítsuk az akaratunkat, folytatta Hirt Ferenc. Az országgyűlési képviselő hozzátette, meg kell védeni az országot, Európát, meg kell védeni a jövőnket.